Marék Veronika, Boribon autózik. Anni, Panni, süssél valami finomat? Kérte Boribon. Tudod, délután Bencék jönnek hozzánk. Sütnék én almáspitit, csak éppen almám nincs hozzá. Hozok én neked almát az öreg almafáról. Messze van az a fa, Boribon, legyintett Anni Panni. Autóval megyek, így hamar térülök, fordulok. Robogott a kis piros autó. Robogott a réten, robogott a patakparton, robogott a kertek alján. Hú, de hosszú ez az út, sose érek oda. Végre megérkeztem. Leszedem a három legszebb almát, és már indulok is haza. De mi lenne, ha a dombon átmennék? Az út meredekebb, de sokkal rövidebb. Arra kell mennem. Vidáman robogott felfelé a kis piros autó. Így hamar hazaérek, örvendezett Boribon. De hirtelen megállt a kocsi. Mi történt? Segítség! Van itt valaki? Egy nyuszi ugrott elő a levelek közül. Itt vagyok, Boribon. Mit csináljak? Gyere, toljuk meg az autót. Egy, kettő, három. Az autó elindult, és Boribon beleugrott. Tudod mit? Fogadd el tőlem ezt az almát. A nyuszi elkapta, és utána kiabált. Köszönöm, de nem azért segítettem. A kis piros autó felért a domb tetejére. De jaj, hirtelen megbillent. Kipotyogott az egyik kereke. Jaj, nekem nem tudom, hogyan kell visszatenni. Szerencsére a mókus megtalálta a kiesett csavart. Elővette az autó hátuljából a szerszámokat, és ügyesen visszacsavarozta a kereket. Okos vagy, mókus, és nagyon ügyes. Ez az alma a tiéd, és most indulok lefelé. Mindjárt otthon vagyok. Vigyázz, Boribon, lassíts, mert kanyarodik az út. Jaj, nekem felborultam. Szerencsére nem ütöttem meg magam. Úgy látom, az autónak sem esett baja. Csak vissza kellene fordítani. Ha-ho, ki segít nekem? Süni, te kicsi vagy ehhez. Kicsi vagyok, de nagyon erős. Méltatlankodott a Sün. Szuszogva, nyögve felállították az autót, aztán óvatosan leengedték a földre. Boribon beleült a kocsiba, és elindította. Működik, ez igazán csodás! Köszönöm a segítséget, Süni! Fogadd el uzsonnára ezt a szép almát! Anni, Panni, ugye hamar megérkeztem, lelkendezett Boribon. Ügyes voltál, és nagyon gyors. Add ide az almákat. Az almákat? Jaj! Elajándékoztam az összeset. Te jó ég, akkor most mi lesz velünk? Sóhajtozott Anni Panni. Boribon is szomorkodott. Szegény vendégek nem kapnak semmit. Jaj, szól a csengő, már meg is érkeztek. Ajtót nyitottak. Szia, Bence! Szia, Szuszi! De jó, hogy megjöttetek. Hoztam nektek ajándékot, mondta Bence. Egy zacskó piros almát. Boribon és Anni Panni nevetni kezdtek. Annyira nevettek, hogy a könnyük is potyogott. Bence megsértődött. Miért nevettek ki? Nem rajtad nevetünk, hanem örömünkben. Tudod, éppen az alma hiányzott a mai vendégséghez. Terítsetek meg a kertben, én addig megsütöm az almás pitét.
Boribon vitte ki a poharakat, Bence a tányérokat és a szalvétákat hozta. Elkészült az almás pite, kiáltotta büszkén Anni Panni. Sütemény illat szállt a kertben. Vigyázzatok vele, mert még forró. Mindenki fújdogálja meg. Elmondjam, hogy merre autóztam, kérdezte Boribon. Mire mindent elmesélt, megették a süteményt.